Egyre több jel mutat arra, hogy Soros György hálózata állhat a baloldal kampány támogatási ügye mögött. Sajtóinformációk szerint pár nappal az első külföldi utalás megérkezése előtt tavaly februárban egyszerre tartózkodott Münchenben Soros György fia és Karácsony Gergely, illetve Korányi Dávida, a főpolgármester akkori főtanácsadója, az Action for Democracy alapítvány vezetője aki az egész pénz terítését intézte. De már is jönnek a további részletek ezzel kapcsolatban. Így van, az új információkat elemezzük és beszéljük át a századvég politikai elemzések központjának igazgatójával, politológussal, Kiszeli Zoltánnal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát véletlen ezt tehetnénk fel a kérdést, hogy egy Müncheni konferencián véletlen összefut, ugye Karácsony Gergely, Korányi Dávid és Soros György fia, majd néhány napra rá ugye megtörténik az első uh, utalás a találkozó után, ugye a az ellenzéki pártnak, vagy pártoknak, ugye ez, ez, még nem teljesen tisztázott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága nemrég hozta nyilvánosságra, hogy nem is 3 milliárd már, hanem 4 milliárd forintnyi összegről van szó. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, véletlen az, hogy összefutnak egy ilyen eseményen ezek a szereplők? Ja, összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések szoktuk mondani. <hül> Tehát valóban ez, ez túl sok a véletlen. Tehát azt nem tudjuk, hogy találkoztak-e, mert a korábbi gyakorlattal ellentétben nem készült fotó. Ugye Soros György szeretett fényképezkedni Vera Jurovával, vagy a korábbi bizottsági elnöke Jean-Claude Junckerrel ismerünk közös fotókat. Ugye Soros György fia Alexander Soros is szokott fotókat csinálni a találkozóiról, tehát most ilyen bizonyítékunk nincsen. Hát elméletileg találkozhattak, de valóban túl sok az a véletlen, és ugye hogy nem csak Soros György fia volt ott, hanem mások is, tehát ha az ember elolvassa a, mondjuk ennek az Action for Democracy-nek a támogatói köréről, a felügyelőbizottságról vagy a támogatói körről írt cikkeket, akár Fritz Tamásnak a korábbi írásait a Magyar Nemzetben, vagy mondjuk tavaly szeptember végén Siffer András írt az Indexen egy kétrészes cikksorozatot ezekről az emberekről, akkor azt látjuk, hogy lépten nyomon soros györgybe bukkanunk, és azokba a szervezetekbe vagy azokba az emberekbe, akik szintén nagyon gyakran látogatnak Münchenbe, tehát például korábbi külügyminiszterek, tábornokok, parlamenti képviselők akik olyan szervezeteknek a tagjai, mondjuk a Külügyi Tanulmányok Tanácsa, amely, amelynek szintén Soros György is a tagja, és mások is. Tehát nagyon sok olyan közös pont van a Soros Hálózat és az Action for Democracy között, ilyen áttételes személyeken keresztüli, amelyek szintén nagyon sok további véletlenre adnak majd talán támpontot, mert azt láthatjuk, hogy igen, ezen találkozó után, ez ugye 2021 februárjában volt ez, ez a minden évben megrendezésre kerülő Müncheni Biztonsági Konferencia, és egy pár nappal utána indult az első utalás, amit már ugye bizonyítani lehet, tehát túl sok a véletlen. Túl sok a véletlen, és pont ezért adódik a kérdés, a másik kérdés, vagy egyik kérdés, ahogy tetszik, mert sok kérdés van nyilván, hogy ugye korábban arról, van szó, arról volt szó, és Márki Péter is arról beszélt többek között, az ellenzék egykori baloldali miniszterelnök jelöltje, hogy itt mikroadományokról van szó. Viszont ugye elgondolkodtató az, hogyha ha valóban uh, Soros György sejthetően mögött a az utalás mögött, vagy az adomány mögött, a források mögött, akkor ez nem mikroadomány volt, hanem egy szervezethez, egy hálózathoz kapcsolódhat. Hát ugye azt, itt még ugye azt nem látjuk, hogy ez hány adomány volt, azonban van egy fotónk, van egy, az internet nem felejt, szokták mondani, és 21 márciusában készült egy biztonsági mentés ennek a szervezetnek a honlapjáról, és azon, a, a számláló azon a márciusi napon 11 adományt jegyzett fel, és hát látjuk, hogy amit bizonyítani lehet, az ilyen 4-5-6 millió dollár, tehát ha mondjuk március közepén a választásokhoz közeledve csak 11-en adományoztak is, hogy ennyi pénz érkezett, akkor vagy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mikroadomány érkezett, vagy ugye ez a mikroadomány, ez egy, ez, egy, ez egy, legenda. Ugye Barack Obama volt az első, aki azt mondta, hogy hát ő mikroadományokból finanszírozta a kampányát, erre azt szokták mondani, hogy a mikroadományok fedik el a makroadományokat, tehát nyilván itt majd a pénzmozgásokból kiderül, és igen, ugye itt az a fontos, hogy ez a szervezet, ugye azért is hivatkoznak a szervezet ki részve, és Márkiza is arra, hogy ők egy ilyen politikai kultúraformáló kampányt végeztek, mert ugye Amerika van erre egy passzus az, az amerikai adótörvény 501. paragrafusa, és ott, ott ez adókedvezményre is jogosít, és hogy ezen, ha ilyen szervezetről beszélünk, akkor ezek csak témákat támogathatnak, jelölteket nem. És ugye ezt látjuk az Action for Democracy honlapján rajta volt, hogy hát, ők. Korányi a... Dávid is erről beszélt, bocsásson meg, hogy közbevágok, mm. hogy ők a demokráciát féltették, vagy támogatnák, mm. vagy valahogy így fogalmazom. Hát ilyen környezet, politikai kö, tudatformáló kampányt végeztek. Ugye ez azért érdekes, mert ugye, hogy, hogy, hogy megnéz, érdemes lenne megnézni, hogy ez Amerikában egy ilyen szervezete. Tehát is és, és ami viszont valószínűsíti, hogy itt konkrét befolyásról volt szó, hiszen ennek a szervezetnek a honlapján lehet látni, hogy a brazil, a lengyel, a magyar, a török, és az olasz választásoknál szerették volna ezt a politikai környezetformálást vagy tudatformálást végrehajtani. Tehát pont azon országokban, ahol szuverenista kormányok vannak, vagy hát voltak, és pont ebben a kampányidőszakban fejtették ki ezt a politikai tudatformáló tevékenységüket. Két kérdést engedjen meg egybe fölteszem. Az egyik az az, hogyha Korányi Dávid azt mondta, hogy ugye a demokráciát féltették, nem közvetlenül támogattak magyar pártokat ezekből a külföldi forrásokból, akkor miért volt szüksége arra, hogy az ő pozícióját megszüntessék a főpolgármester hivatalban, ugye Karácsony Gergely főtanácsadója volt egy. Kettő, pedig Hollik István fideszes politikus vetette fel ma azt, hogy Karácsony Gergelynek van-e felelőssége az ügyben? Szerinte van. Tehát azt mondja, hogy igenis van, mert ugye ezen a Müncheni konferencián, ahol ugye ott volt Soros György fia, ott nem csak Korányi Dávid volt jelen, hanem ő tolmácsolt Karácsony Gergely főpolgármesternek, tehát a főpolgármester úr is ott volt. Hát ez megint egy véletlen, ugye korábban ennek a szervezetnek a honlapján szerepelt az a 99 mozgalom, amely Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltségét volt hivatott támogatni, idézőjelben civil vagy álcivil szervezetként. Tehát itt megint egy véletlen, és ezt levették ennek az amerikai szervezetnek a honlapjáról, tehát idézőjelben megint egy véletlennel találkozunk, és hát igen, emlékeztetnék még talán, hogy, hogy mennyire kampányról volt szó, hát hogy ez most politikai tudatformáló vagy választási kampány, kampány. Kunhalmi Ágnes lehet idézni, aki a választás után egy interjúban azt mondta, hogy jöttek az amerikai tanácsadók, és azt mondták, hogy akik nem ismerték Magyarországot, és azt mondták, hogy szídjuk a Putyint. Ugye itt is azt látjuk, hogy a, megint az amerikai demokratáknak az amerikai háborúpárti álláspontja lehetett az, amit ezek a tanácsadók hoztak, és hogy látjuk a titkos nyilvánosságra hozott grafikáin, hogy bizony bizony az amerikai tanácsadók is szerepelnek ebben a, 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 a ezen a grafikonon, tehát azt láthatjuk, hogy minimum tanácsokkal is segítették, és hát itt az MSZP-s politikus nyilatkozata szerint amerikai tanácsadók jelentek meg, tehát megint csak egy véletlen, ami szintén összefügghet ezzel a pénzmozgással. Sok-sok véletlen van itt. Köszönjük szépen Kiszeli Zoltánnak! Köszönöm én is!